Benne volt a levegőben ez a támadás, nem? Benne volt a levegőben, legfeljebb az volt vita, hogy mekkora lesz ez a támadás. Ugye Putyin azt mondta, hogy meg szeretné védeni gyakorlatilag a Donbaszban élőket. Ehhez képest gyakorlatilag indított egy olyan háborút, ami a rezsimváltás kikényszerítését akarja elérni, ami büntető jellegű, ami Ukrajna egész területére kiterjedő háború, amit láthatóan villámháborúként próbál megvívni. Amikor azt mondom, hogy egész Ukrajna területére kiterjedő háború, akkor arra gondolok, hogy nagy rakétatámadások katonai célpontok ellen, nagyvárosokban, Kijevben, Harkovban, Odesszában, Krematorszkban, Zsitomirban, és még folytathatnám Mariupollal és Nikolajevvel együtt, hogy komandós akciót, vagy pontosabban mondjuk az, hogy különleges műveleti egységeseket dobod le az orosz haderő kijevi repülőtér elfoglalásáért. Tehát ez jóval túlmutat azon, mint amire nagyon sokan számoltak, hogy majd elkezdődik egy harc a két szakadár köztársaság közigazgatási kibővítéséért, Luhanszk és Donyeck megyéért, vagy oblasztért, aminek egyébként jelenleg csak a 40%-át, vagy eredetileg csak a 40%-át birtokolták a szakadárok. Vagyis ön azt mondja, hogy ez a Donyecki medencénél, vagy Kelet-Ukrajnánál nem fog megállni, mert az első órák tapasztalata az, hogy egész pályás letámadásról van szó. Ön is utalt arra, hogy Putyin elnök célja megbüntetni Ukrajnát. De miért? Azért, mert 2014-ben leváltották az orosz barát kormányt? Azt gondolom, hogy Putyin elnök számára a legfontosabb dolog minden áron elérni azt, hogy az ukránok ne tudják tovább folytatni a nyugat felé való közeledést. Ugye nagyon sokszor hangsúlyozta azt, hogy nem szeretné, ha Ukrajna NATO tag lenne, de ezt nagyon sokan mondták neki, szerintem a környezetében is, a NATO is érzékeltette, hogy nem fogják fölvenni Ukrajnát, hiába ígérték meg neki. Meg egyébként is nem is kell fölvenni Ukrajnát, mert láthatóan, és ez szerintem idegesítette az orosz vezetést, a NATO, illetve a NATO tagállamok gyakorlatilag tagság nélkül is elég jól meg tudták erősíteni gyakorlatilag az ukrán haderőt. Fegyverekkel. Fegyverekkel, kiképzéssel, logisztikai támogatással, információs támogatással, egy csomó módon lehet egyébként ezt. És ez nem jelenti azt egyébként, hogy ne lenne aszimmetrikus az erőviszony az orosz és az ukrán haderő között, mert aszimmetrikus. Tehát azt hallottuk, hogy ugye bombázások vannak, és most annyit tudunk, hogy a hírek szerint talán 5 repülőgépet, vagy 3 repülőgépet és 2 helikoptert lőttek eddig le az ukránok. De hát azért nagyon fontos azt is látni, hogy az ukránok fő célja most az lehet, hogy az ukrán haderő ellenállását tegyék tartóssá, tehát hogy ne tudja ez a támadás megtörni az ukrán haderőt, és ez a legtöbb szakértő szerint akkor következhet be, ha városi harcra kényszeríti az oroszokat az ukrán haderő. A városi harcban nem érvényesül az a technológiai fölény, amivel rendelkeznek mondjuk a tűzérségi, a rakéta technológiában, a légierővel, vagy a légvédelemben az oroszok. Tehát itt mindenképpen Dávid harcol Góliáttal. Én azt gondolom, hogy igen, Dávid harcolt Góliáttal, egyértelmű, de azt gondolom, hogy azért az hogy a putyini vezetést, vagy inkább a moszkvai vezetést is érdekelni fogja az, hogy rákényszerül-e egy jóval több áldozatot, orosz részről is jóval több áldozatot követelő harcra, vagy sem. Ugyan a Putyin azt mondta, ugye, hogy nem akarja elfoglalni,
és megszállni ezeket a területeket, de hát, hogy más nem mondjak, nehezen tudom elképzelni azt, hogy a két megyét minimum ne szállja meg Oroszország, és ne segítsen ott gyakorlatilag, hát, hogy mondjam, megszervezni a védelmet, és megszervezni a közigazgatást, és megszervezni a hatalmat, hiszen eddig is ő tartotta fenn, és most csak 40%-a. Ha ez kibővül, az további terhet jelent Oroszországnak, az további pénzügyi befektetést igényel, az további katonai erőfeszítéseket igényel. Tehát azt gondolom, hogy hosszú távon egész egyszer rossz döntés hozott most Putyin, arról nem is beszélve természetesen, hogy szerintem a nemzetközi reakciók is olyanok lesznek, amik hosszú időre gyakorlatilag kvázi karanténba, valamilyen karanténba fogják zárni az orosz vezetést. Mi várható a NATO-tól ebben a helyzetben? Ugye korábban azt mondta a NATO főtitkára, hogy nem fognak NATO katonák harcolni Ukrajnában az oroszok ellen, de a NATO országok minden négyzetcentiméterét megvédik. Kiterjedhet-e ez a háború Európa más részeire? Nem. Azt látni kell, hogy ez egy orosz-ukrán konfliktus, amiben a nyugat ugyan Ukrajna mellett áll, és ragaszkodik Ukrajna szuverenitásához, területi integritásához, vagy támogatja Ukrajna területi integritását és szuverenitásának a megvédését, de katonailag harccal nem fog beleszállni ebbe a dologba. Nem is kell szerintem beleszállnia, egyéb úton is tudja a NATO támogatni az ukránokat, ha fennmarad az ukrán ellenállás. Mondok néhány olyat, ami szerintem a legtermészetesebb lesz a szövetségnek, információkkal, felderítési információkkal. Azt gondolom, hogy tudja támogatni pénzügyileg, tudja támogatni mondjuk diplomáciailag az ukrán vezetést, és a nyugat emellett, ha erről döntést kell hozni valószínűleg a NATO-nak, folytathatja azt, amit eddig csinált, hogy katonai eszközökkel is támogatja. Ez nem biztos, hogy NATO égisz alatt, tehát nem arról lesz szó, hogy a NATO, de a NATO eddig is ugye megengedte a tagállamainak, hogy aki hajlandó erre és hajlandóságot mutat, az mindenféleképpen támogassa az ukrán haderőt, az ukrán felkészülést. Nyilván, azt gondolom, hogy van katonai eszközökkel, fegyverekkel. Egy dolgot kérdeznék, még egy percünk maradt. Miért most került mindenre sor? Hiszen 2014 óta a két ország viszonya feszült. Igaz-e az, hogy azért, mert a Szovjetunió széthullása után Oroszország mostanra erősödött meg úgy gazdaságilag és haderőben, katonailag is, hogy ezt végre tudja hajtani? Ebben biztos benne van ez, de én inkább azt mondanám, hogy ez az egyik oka. A másik oka az, amit említettem, hogy Oroszország nem akar olyan Ukrajnát, ami nyugatra menjen. Oroszország inkább elfogad, inkább jobbnak érzi egy romokba döntött Ukrajnát, mint egy stabil Ukrajnát és prosperáló Ukrajnát, de nyugat felé orientálódó Ukrajnát. És még egy nagyon fontos, valószínűleg az oroszok azt mondták, hogy egy vagy két éven belül olyan katonai potenciálra tenne szert Ukrajna, amit már sokkal nehezebben lehetne csak megtörni, és amire sokkal nehezebben lehetne vereséget mérni, és emiatt az egyébként világos volt, hogy a Minszki megállapodások nem fognak teljesülni. Ez szerintem nekünk szakértőknek legalábbis az elejétől. Ez azt jelentette volna ugyanis, hogy a két szakadár köztársaság egy olyan vétójogot kap az ukrán kül- és biztonságpolitikára, amivel meg torpedózhatja a kievi döntéseket, és úgy érvényesítheti a moszkvai akaratot.